A jövő izgalmas. Ready? Vodafone. Na tehát srácok, sziasztok, elérkeztünk ide, megkaptam tőletek a felvételeket. Igaz, nem mindenkitől sikerült kifogástalanul megkapni, de nagy részt megkaptam, tök jó, még nem láttam az egyiket se, úgyhogy most vágjunk bele és nézzük meg az összeset. Az első Ábrahám Csenge és Izának a műve. Kaptam tőlük egy szép kis képet is, ez lesz majd az indexképünk, valamint kaptam tőlük leírást is, egy címet is. A címe az lesz, hogy Mórahalom, a leírás pedig sziasztok! Egy kéttagú mórahalmi csapat vagyunk, Csenge és Iza, két lány, aki nagyon szeretnek együtt dolgozni, a videózás mellett mindketten fényképezünk, ilyen szakkörre is járunk, ez nagyon szuper, nagyon-nagyon-nagyon szuper. Én nagyon-nagyon sokat köszönhetek annak, hogy fotóztam, mielőtt elkezdtem videózni. Fotózatok sokat, 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 fényképezzetek, fényképezzetek, fényképezzetek. És nagyon sok fényképezőben már ott van rajta a piros gomb, tudtok vele videózni, és aztán majd kezdjetek el videózni. De, hogyha szeretnétek, maradhattok fotósok is, az is egy nagyon szép dolog. Ebben a videóban Mórahalmot dolgozzuk fel, kép, hang, Tácsi Izabel, képernyő narráció, Ábrahám Csenge. Köszönjük a vágásban a segítséget Vég Gergelynek. Gergelyünk segített a csajoknak vágni. Na, nézzük meg. Ha. Nagy képernyő. Na, hajrá. És timelapse, meg minden, Mórahalom, körforgalom, ebben a körforgalom szem. De tudom, hogy hol van ez a körforgalom, ez Mórahalom közepén van, itt van oldalra egy kis bolt. Erre meg van a sugó. Először 1729-ben nevezték nem hivatalosan Mórahalmának, majd 1892-ben Szeged alsó központ néven lett a sűrűn lakott anyavilág központja. Ekkor emelték az első középületeket. 1950-ben Mórahalom néven lett önálló község, majd 1950-ben népessége. A közigazgatás átszervezését követően 1984-től már a sűrű népesség több település között központja. 1989. május 1-én városi rangot kapott. A település 1992-ben ünnepelte alapításának 100. évfordulóját. Ez nyári kép? Szedtetek össze archívból, remélem ti csináltátok, és régi képeket gyorsan fölkutattátok és raktatok bele. De jó zene is! Nem is tudtam, hogy vannak termálvizek. A Szentháromszeg téren. Mögöttem látható a 2015-ben átadott új városháza. Ezzel szemben található a városi piacér. Itt látható mellettem Mórahalom híres fürdője, a Mórahalmi Szent Erzsébet gyógyfürdő, amely idén már 5 csillaggal rendelkezik. Ide a világ minden tájáról érkeznek turisták, hogy fürödhessenek gyógyvizébe. Mögöttem található Mórahalom 2 wellness szállodája, a 4 csillagos Colosseum Hotel, illetve az év szállodája az Elixir Hotel. A Colosseum Hotel wellness részlegén pestőfürdő, szauna és gőzfürdő várja a vendégeket. A helyszínen masszázsok igényelhetők, és szépségszalon is működik. A vendégek edzhetnek a fitness központban, vagy kerékpárt bérelhetnek a környék felfedezéséhez. Nagyon szuperül összeraktátok, köszönöm szépen, zseniális, föl is dobom mindjárt a YouTube csatornára, de most menjünk tovább, nézzük meg a következő csopit. Volt egy Balázs Döbénk, akitől megkaptam, de szerintem csak a Project Fight, és én azzal nem sok mindent tudok kezdeni, mert hogy nincsen megmögöttem mögöttes tartalom. Remélem, hogy holnapra ezt tudjátok pótolni. Van egy kis Dóránk, akitől kaptam még vidit. Tőle nem kaptam címet, valamint nem kaptam leírást. És nem kaptam még indexképet se. Ezt is remélem ti is pótoljátok holnapra. Na, lessük meg! Ebben a videóban Mórahalmot tartok. A fürdő, biztos nyáron megyünk a strandon. Vagy akár télen is? A gyermekkirában.
Télen vigyázzatok, hogyha mentek fürdőzni, mert tökre gyorsan meg tudtok válni. Kijöttök a meleg vízből, pikpak megváztok. Ó, de kár, hogy nem tudtok belső felvételeket felvenni. Legközelebb majd arra vigyázzatok, tök jó barátok zenét, majd a videón a hangsávját húzzátok le, húzzátok egy kicsit lejjebb, és akkor ezzel a szélzaj nem fog hallani. Na! Kis srácok nyomhatják a focit. Móra hangi lovarda. Még lovarda is van móra hangi. Helyre ma. Most éppen megyünk a foci pályára, ahol megnézzük a mólhalmiakat, ahogy focizt. Fociznak? Így túl gyorsan nyomtad meg, biztos ott lesz valaki, lehet félkedem. Nem? Itt meg elbefordulva. Ez hogy sikerült így? Majd ezt legközelebb forgassátok el, ha nem tudjátok, akkor nyugodtan kérdezzetek, vagy a hóvéznagoztak, vagy... Na, ez már tök jó, hogy a másik csapat tud segíteni. Meg még selfie-ot is van, meg minden. Az a futás. Hát nagyon szívesen, én köszönöm szépen, hogy megcsináltátok. Viola, Bogi, Rebi és Dóra. Na nézzük a következő csopit. Kis Lucától kaptam még Vidit. Na, Lucáskánk, köszi Luca, nagyon köszönöm szépen, hogy küldtél valamit. Olyan szoftverrel vágták Lucáik, ami vízjelezi a videót, és én ezt a vízjelet lekaptam az aljáról, csak ennyi módosítást hajtottam végre, valamint a hangot kicsit feljebb húztam, meg kicsit halk volt, de lényegi részt még nem tudok. Sziasztok! Nagyon becuki. Hát ez milyen sok, tök jó. Na majd most majd holnap megyünk a srácokkal. Már a kérdéses válaszos videót, amit a Krisztával felvettünk, azt feltöltöttem, és annak a végébe eláruljuk, hogy a jutuló srácokkal megyünk hozzátok holnap. Nézzétek meg azt is. Na majd megnézzük ezt a rétesházat, csak mondjátok el, Léci, hogy hol. Itt vagyunk a Mórahalmi Szent László templom előtt. Az 1879-es szegedi árvíz után épült az őrző angyalok szeretnére. Sziasztok! Itt nagyon messze voltál, amit meséltem. Egy headsetet fogsz, ide raksz, úgy, mint nekem itt van ez a mikroport, elindítod a hangfelvételt, és akkor utána egymásra tudjátok illeszteni a hangot. És a fürdő, csak a strand, itt vagyunk a fürdő. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyors fürdő bejáratánál, és ebbe a fürdőben nagyon sok turista, külföldi és hazai ember jár. Nemrég kapta meg az 5. csillagot, mert felépítették a bejáratát. Itt vagyunk a Mórahalmi idősek otthonánál. Ugyanazt mondom, a hangra figyeljetek, nagyon fontos hangra a videóban. Egy szobában 3-4 fő is elfér, saját szekély, itt 100 férőhely. Itt vagyunk az Amina apartman előtt, ez az apartman 3 csillag. Tök jó, hogy nem ugyanazokat a dolgokat adják, mint a többiek. De a hangra vigyázzatok, na majd jövő hétre biztos vagy meg, hogy fogok tudni ezt javítani. Akkor, hogyha ezt így ilyen mikroportos feelingbe vettétek volna föl, akkor ezek az autózajok se hallasztattok volna bele. Meg hát csajok, nincsen lezárása az történetünknek. Hát hol? Te csak így egyszer, csak így zé? Vége? Elvitte a cica a végét? Na nézzük, és a következő pedig Laurától és Patriktól jött, és ők meg szerintem Vegasba vágtak, mert egy házi feladatpont veget kaptam tőlük, és gondolom ez a Sony Vegasnak a project file-ja, és ezzel se tudok sajnos srácok semmi se csinálni, mert hogy nincsen meg nekem mögötte a videó, meg Vegasom sincs sajnos. De remélem ezt pótoljátok, és akkor holnap ki tudjuk vesézni, meg tudjuk nézni. Hát köszönöm szépen, már ez ennyi volt. Holnap akkor megyünk a Kriszta, a jutulós srácok, meg én. Sziasztok!
A jövő izgalmas. Ready? Vodafone.